checklistek a pilóták életének a része, a checklist, illetve hát a repülés nem tud működni manapság már checklistek nélkül. Ugye nagyon sok checklist van, before start checklist, before taxi checklist, before take off checklist, after take off checklist, before landing tech checklist, after landing checklist, tehát szinte minden, minden műveletre vagy manőverre van már checklist. Na hát miért is van erre szükség? Ugye hát nagyon sok baleset történt már így, mióta repül az ember, és ezekből mindig egyre okosabbak lettünk, és rájöttünk, hogy e, akár máshol is, ugye közúti közlekedésben ott is az emberi tényező, tehát az emberi, az ember a leggyengébb láncszem. És repülésben fontos ez, hogy, hogy az embert próbálják egy kicsit kontrollálni, főleg lelassítani, azért vannak ezek a checklistek, hogy igenis el kell olvasni, végigolvasni, megnézni, csinálni, kapcsolni, ha úgy van, tekerni, amit kell, és, és ezeket, ezeket végig, végig biztos, hogy ne felejtsünk el semmit. Tehát nyilván a biztonságot szolgálja, mert az ember, ugye mindig azt mondom, hogy az ember az emberből van, és ott van a, a, a hiba lehetőség meg a, a, hülyeség, meg az elfelejtem dolgok, itt főleg a feledékenység ö, is ott van, hogy, hogy a checklist az, az hogyha végigolvassuk, akkor nem felejtünk el semmit, mert lehet, hogy pont egy olyan elemet hagyunk ki, ami, ami később ö, az, az ö, tragédiához is vezethet. Volt ilyen nyáron is ö, egy eset, felszállás után megállt a motor, két tankos volt a gép, tehát bal, is egy tank, jobb, szányban is egy tank, és ugye motor ellenőrzésnél, ott a váróponton, ott a checklist része az, hogy a tank úgy állítva, hogy a telib legyen kiválasztva. Tehát a telib tank kiválasztva, valahogy így hangzik a checklist. És hát nem az volt kiválasztva, hanem az üres tank, arra még volt, vagy annyi benzin még volt benne, hogy, hogy felszálltak, de utána nagyon hamar, már az első-második forduló környékén megállt a motor, napra forgóba, vagy kukoricába szálltak, szerencsére túlélték, a gép azért egy kicsit megrodjant, úgyhogy ez is, nem, nem volt checklist. Tehát vagy nem olvasták el, vagy átszaladtak rajta, igazából bele lehet futni abba, meg én is már, igazából engem úgy tanítottak, hogy, hogy nem feltétlen kell, csak lészt, legyen a fejembe. És ö, tényleg van egy körüljárás irány, és, és, fejből el lehet mondani mondjuk egy, egy ö, felszállás előtti checklist, ugye az a legfontosabb. És most tényleg én is így magam elé képzelem a gépet, hogy ott ülök a gépbe, és akkor mondom fejből, hogy kabintető zárva, biztosítva, övek becsatolva, meghúzva, ha már lementem az övre, akkor itt jobb oldalt a DV20-as repülőnek ott van a trim középhelyzetben, vagy enyhén fejre nyomva, úgy egy kicsit, kicsit, egyszerűbb a dolgunk. Karburátorfűtés kikapcsolva, gáz alaphelyzetben, illetve hát adunk neki egy kis fordulatot, mert alap, alapjáraton azért ott alacsony a fordulat, egy ilyen ezres fordulatra árakjuk a gázt. Jó, légcsavarszög, max fordulaton, utána még ott lent üzemanyag szint, vagy üzemanyag csap nyitva, és akkor középkonzol megvan, még felnézek a fékszányra, fékszány felszállóban, baloldalt repülési műszerek alaphelyzetben, ami azt jelenti, hogy a magasságmérő beállítva a megfelelő QNH értéken, és plusz-minusz 50 lábbal nem térhet el a reptér tengerszint feletti magassághoz képest, tehát hogyha ez megvan, akkor ez rendben tehát ez a repülési műszerek alaphelyzetben, ugye sebességmérő nullát mutat, magasságmérő jót mutat, QNH beállítva, variométer is nullán van. Még a pörgetyűs iránytartó, hogyha van a gépbe, akkor az betekerem, egyeztetem az iránytűvel, és akkor tényleg repülési műszerek alaphelyzetben. Tehát megyek tovább. Szükséges fogyasztók felkapcsolva, fuel pump, landing light, rádió bekapcsolva, felhangosítva, transponder, altállásban, ugye szükséges fogyasztók felkapcsolva, az jó, megvan, fuel pump light, motorműszerek, zöld mezőben, benzinszint rendben, és akkor utána még keverek egyet a kormánya, a kormányok akadálymentesen véghelyzetig minden irányba kitéríthetők, oldal kormányokat is megnyomkodjuk, és igazából meg vagyunk. Tehát így ezt, ezt a, hogyha vég, végig tekintünk a kabinba, meg végignézünk mindent, akkor, akkor ezt így meg lehet csinálni. Igazából sokszor az a bajom a checklistekkel, amit a gyár kiad, hogy össze-vissza halad. Tehát először ide néz, utána oda néz, azt néz, ezt néz, tehát nem sorrendben van, hanem ugrál össze-vissza a műszerfalon belül, meg a kamiron belül. Ez meg ahogy mondtam, ez így fentről elindul, kabin zárva, öv, középkonzol, lent a benzincsap, repülési műszerek középen, fogyasztók, rádió, transponder, itt meg a motorműszerek, benzinszint, és, és kész. Tehát lehet ezt fejből csinálni, nyilván az elején mindenki írásos checklist alapján csinálja, és utána minél többet csinálja az ember, már beég, és mint egy versike, úgymond, tényleg így annó nálam is ez volt, meg még vitorlában, amikor elkezdtük ott is, ahogy elkezdted mondani, annak lehetett egy ilyen dallamot kreálni neki így a fejedbe, vagy egy ilyen hangsúly, hangsúlyozást, és akkor mint, mint, majd, hogy nem egy ilyen kis, hát több, mint vers, mert mondom, akár dallamos is lehetett, egy pici ilyen, nem ének, de, de ilyen dalocska, checklist dal, úgymond lehet, hogy dalba kéne ezt foglalni, és akkor odaadni a növendékeknek, hogy ezt hallgassd, valami jó kis zene alá, és megzenésíteni a checklisteket, és akkor mindenkinek beégne a fejébe, hogy egy dalszöveg. Úgyhogy fontosok a checklistek, kellenek. Ugye levegőben ilyen after take-off checklist az már, az már tényleg csak fejből megy, mert ott nem veszük elő, hogy nézegessük. Leszállás előtt se vesszük elő, hogy nézegessük. Ott azért nincs olyan sok tétel, két-három dolgot kell nézni, és azt már fejben lehet tartani. <Szorítás>